Tali papi mami mindenkinek, hogy itt láthattok rengeteg dolgot. És meg fogom mutatni nektek, hogy hogy készült ez a pipa. Olyan szempontból könnyebb a dolgom, hogy amiket itt láttok, ezek régi filmes kellékek, tehát ilyen NERF fegyverekből készítettünk ilyen skifi fegyvereket, ez szándékosan így meg van koptatva, és valami ilyen stílusút szeretnék mindenki, ilyen skifis, az biztos, hogy ezt rögtön szét fogjuk szedni, és a csövet el kell valahogy vezetni belül, és akkor ide mindenféle dolgot fel fogunk rakni, de ahhoz ezt teljesen először szét kell szerelnem, hogy megnézem, hogy hogyan tudom elvezetni. Illetve van egy ilyen másik is, vannak itt ilyen kábelek, van mindenféle ragasztó, hittem egy csomó ilyen pillanatragasztót, illetve van még itt szigetelő szalag, azzal mindent meg lehet oldani, illetve van ilyen vászon alapú ragasztó is, az nagyon jól tud kinézni, mert ez ilyen matt, és egy kicsit ilyen más stílusa van. A legvégén meg még a tartát is szeretném elkészíteni, illetve szeretném az egészet majd lefújni valamilyen szírre, illetve valami szívócsövet is össze akarok dobni. Egyébként ő egy szírpipa volt, egy kiöregedett szírpipa, ott már egy házi diffúzer van rajta, tehát ő már egy nagyon-nagyon régi, ő belőle csak az almát szívtuk egy ideig, de hát már arra is előregedett, úgyhogy most ki fogom majd tisztítani, és mindenképpen úgy akarom megcsinálni, hogy működjön. Tehát azért össze lehessen rakni, és egy almát azért még el lehessen belőle szívni. De nagyjából egyébként dísznek szánom, viszont szeretném, hogy azért működjön.